József Attila mondta valamikor reménykedése, hogy ugye engedelmes szolgánk a gép, ez megfordult. Mert azóta a technika szolgái mi vagyunk. Ez még jobban elszigeteli az emberi kapcsolatokat. De amikor ezt 70-ben bemutatták, akkor volt egy nagy varázserő, ugye a tévé, de legalább mindenki azt az egy tévét nézte közösen. Most pedig mindenki a saját dobozába van. Anyukám szokta mindig ezt mondani, hogy jaj, már megint a dobozotokba vagytok, amikor ez van, hogy tesóm, én, apukámnak még a füle is be van dugva, és akkor együtt van a család. Jó, nem, mi figyelünk erre, főleg amikor lent vagyunk Balatonon, hogy akkor ott nincs bekapcsolva a tévé, a telefon arra van használva, hogy zenét hallgatunk, de bizony azért minket is elért ez a kor, jobban mondva, és hát ez nagyon szomorú, és érzem bizony a saját bőrömön, hogy ez egy addikció. Az állandóan ott van a kézben, igazából nekem könnyű volt, mert volt honnan mintát vennem. A próba folyamat alatt többször volt aha élményem, ráismertem az idősekre, ráismertem Vandára, akit én játszom, nem magamban, és ráismertem a gyerekeimre. Ugyanígy ülök a tévé előtt, és közben telefonon játszom. Jó, talán nem vagyok ennyire felszínes, talán meghallom, hogyha a gyerekemmel baj van. Talán még nem tartok itt. Jézusról már nem biztos, hogy rájönnék, hogy bejön a lakásba, de hát azért remélem. Hát talán még nem tartok itt. Ez talán arra jó, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ne jussunk el idáig, nem? Borzasztó hasonlít a valósághoz. És azt gondolom, hogy az a kegyetlen benne, hogy még nevetek is rajta. Ugye 50 évvel ezelőtt íródott, de még mindig időtlen, mert ugyanazok a problémák, ugyanazok a... Hát egy család, vagy egy valamilyen közeg, akik egyáltalán nem figyelnek egymásra, és mégis együtt vannak, és együtt léteznek. Ez nagyon vicces és kiábrándító. Ez a probléma semmivel sem lett kisebb ahhoz a problémához képest, amikor a Szakonyi ezt egyszerűen megírta, mint világjelenséget. Tehát azóta a világ, azt gondolom, ebből a problémából nem nagyon tudott kimászni, sőt, ezt még tetézte is a televíziót, az egész mobilvilág, az internetvilág, aminek nyilvánvalóan vannak nagyon pozitív részletei is, de ott van egy nagyon kemény, romboló része, ami nem közönség, közösségépítő. És ennek a fonákját keresi a Szakonyi gondolata, és ezért érvényes szerintem ma is. Engem nagyon szomorúvá tesz maga a téma, nagyon érdekes, pont azért, mert ebben élünk nap mint nap. Hogy felszállok a vonatra, vagy felszállok a buszra, vagy tömegközlekedőben, és csak azt látom, hogy az emberek a telefonjukba bújva, senki nem kommunikál senkivel, senki nem beszélget másokkal, és hogy mennyire hiányzik, és hogy beszélnek el emberek egymás mellett, holott együtt is lehetne létezni és lenni, szóval ez szerintem nagyon, nagyon fontos lenne. Folyamatos kütyűnyomkodás és ez a rengeteg információ, minket elárasztannyira figyelemzavarossá tesz bennünket, és oly mértékben romlanak a szociális kapcsolatok, hogy ezen mindenképp igyekezni kell változtatni, és talán, hogyha az ember megnézi ezt az előadást, akkor ezt követően majd azt érzi egy picit. Nevet, de úgy mégiscsak magával viszi azt az érzést, hogy fú, basszus, tényleg ilyenek vagyunk.